Az LG az OLED mellett továbbra is kiemelt figyelmet fordít a LED LCD képalkotási eljárásra, és ebben a szektorban is intenzíven keresi a dél-koreai cég a továbblépési lehetőséget. Ennek egyik ékes bizonyítéka a 2021-ben bemutatott QNET technológia, amely elméletben evolúciós lépés jelent. Az első QNET televíziók már meg is érkeztek Magyarországra, mi pedig ki is próbálhattunk egy modellt élőben, hogy megnézzük, miről is van szó, és kínál-e valóban előnyöket ez a megoldás. Mi a QNED? A QNED tévék alapvetően három pillérre épülnek. A cég negyedik generációs Alpha 7 és Alpha 9 képfeldolgozó csipjeire, az idén debütált mini LED háttérvilágítási eljárásra, valamint a szintén új Quantum nanocell panelekre. Ez utóbbi kettő jelenti az igazi újdonságot, bár azt azért fontos megjegyezni, hogy az említett processzorok új verzió is tartalmaznak jó pár innovatív dolgot, így például a még fejlettebb, mesterséges intelligenciára épülő képjavító funkciókat. A mini LED háttérvilágítás lényege, hogy a korábban megszokott megoldásokhoz képest jelentősen lecsökkentették a fénykibocsátó diódák méretét. Ez pedig azt jelenti, hogy jóval többet is tudnak közülük elhelyezni a panel mögött, és minden korábbinál nagyobb számú, egyedileg vezérelhető csoportba képesek rendezni a ledeket. A 8K-s QNET televíziókban például több mint 30 ezer dióda és 2500 független fényerő szabályozási zóna kapott helyet. Ennek köszönhetően minden korábbinál pontosabban vezérelhető a fényerő, ami jobb szín megjelenítést tesz lehetővé, látványosabbak lesznek a HDR anyagok is, ráadásul nő a fényerő és a kontraszt is. Ez utóbbinál szó szerint radikális az ugrás, hiszen ha a mini LED technológia aktív, akkor az általunk is kipróbált LG QNET 91 TV-n több mint 30 ezer az egyhez valós kontrasztot mértünk, ami óriási, gigantikus ugrás a korábbi eredményekhez képest. Járulékos, de fontos előny, hogy a mini LED eljárásnak köszönhetően sötétképi tartalmaknál jelentősen mérséklődik a zavaró, úgynevezett holdudvar jelenség is. Ez a sötét tartalmak például a csillagos ég visszaadása során sokkal szebb, jobb képi világot eredményez. A QNET televízióban alkalmazta először az LG az úgynevezett Quantum nanocell technológiát, amelynek keretein belül kifejlesztettek egy igen vékony, több milliárd apró, átlátszó nanokristályból és kvantumpontokból álló fémréteget. Ez a speciális komponens egyrészt tisztítja a tónusokat, hiszen megakadályozza a képpontok közötti átszűrődést, valamint markánsabbá, erőteljesebbé teszi az árnyalatokat, és a színgazdagságot is növeli. Mindez ráadásul úgy, hogy közben jelentősen csökkenti, vagy akár le is csökkenti az esetleges külső fények zavaró becsillanásának mértékét. A habatortán, hogy még a betekintési szöget is javítja, azaz annak sem kell kontrasztvesztéssel számolnia, aki kiszorított pozícióban nézi a képernyőt. Ezen előnyök fényesen be is igazolódtak a gyakorlati próba az LG QNET 91 TV tesztelése során. Mindent összevetve a kép minősége lényegesen jobb, mint amit a hagyományos LED LCD készülékek produkálnak. És itt kell megjegyezni, hogy az azoknál megfigyelhető enyhe fátyolosságnak például nyomait sem látni. A QNET 91 televízió megkapta a már említett képjavító funkciókat, így például a felbontás felskálázás, aminek köszönhetően akkor is kihasználhatóak a 4K panelben rejlő lehetőségek, ha egyébként a forrásanyag alacsonyabb részletességű. Ki kell emelni, hogy a panel 120 Hz-es, a dinamikus képfrissítési ráta technológia sem hiányzik, mint ahogy természetesen a HDMI 2.1 csatolók sem, így a készülék az új generációs konzolok mellett is bevethető, azaz játékra is kiválóan alkalmas. Egy új technológiáról van szó, amelyet a vállalat a hagyományos LED LCD, a nanocell modellek és az OLED televíziók közé szán. Tehát az LG QNET TV készülékek a közép-felső vagy felső kategóriába tartoznak, és már Magyarországon is megvásárolhatóak. Jelenleg három termékcsalád érhető el, egy 4K HDR, valamint két 8K felbontású, szintén HDR támogatású széria. Az eddigi tapasztalatok alapján a QNET abszolút életképes, és a jelek szerint ezt a végfelhasználók is értékelik, hiszen azt már tudni lehet, hogy 2022-ben több ilyen modellel bővül a kínálat.